Lesz még rosszabb, viszont ez a dal, amelynek ez a címe, ez kifejezetten jól sikerült. Itt van már az alkotópáros lényegében, méghozzá Bata Adrián Barbi, illetve Nyerges Péter Silverhand. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szép reggelt kívánok! Lesz még rosszabb, a klippet is már meg lehet nézni a YouTube-on. Gratulálok tehát még egyszer ehhez a dalhoz nektek. Köszönöm. Honnan jött az ihlet, hogy ez legyen a dal, illetve hogy egyáltalán így dolgozzátok föl a klip formátumát tekintve? Hát igazából Peti volt, akinek kipattant az agyából az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen feldolgozás dallal nyitnánk a mi kis közös munkánkat. Ugyanis mi egyébként azt tudni kell, hogy ismerjük egymást már szinte gyerekkorunk óta, tehát egy suliba jártunk, stb. Utána aztán később nagyon jó baráti kapcsolatra tettünk szert. És aztán ugye, hogy megtaláltuk egymást, most így a közösségi médián keresztül, hogy ki mivel is foglalkozik manapság, és akkor így jött tulajdonképpen a közös munkának az ötlete, és ezáltal pedig, amikor először összeültünk, akkor Peti, vagyis Silverhand mondta, hogy mi lenne, hogyha gyere, ezzel a jó kis repülők dallal indítanánk. És az volt az egészben a fűszer, úgymond, hogy tök jól passzolt a hangom egyébként erre a dalra, tehát nagyon a visszajelzések alapján is egyébként nagyon tetszett a közönségnek. Miért pont ezt a dalt választottad? Neked ez hogy jött az ihlet? Próbáltam mindenképpen a 90-es évekből keresni egy olyan dalt, amit mondok, hogy egész ország ismer, és próbáltunk ezt egy olyan szószal, egy olyan dologgal leönteni, amit úgy hívnak, hogy vocal deep house, ami Magyarországon egyébként méltatlanul szerintem alul van értékelve, illetve a producerek, zenei producerek sem nagyon alkotnak ebbe a témában, inkább a hardcore-sabb témába, és Adriennek átküldtem ezt a dalt, először az eredetit, hogy nézzük már meg ezt a dalt, hogy nem lenne jó esetleg. És akkor ő először azt írta rá, hogy jó, hát nézzük meg, és akkor ottól leültem a stúdióba, 3-4 óra alatt egy nagyon minimál alapot összedobtam rá, ami a magja mondjuk a mai napig a zenének, átküldtem neki, és akkor visszajött, hogy hát ez nagyon jó, ezt csináljuk meg. És akkor gyakorlatilag így hoztuk össze ezt a kis dalocskát. Lehet látni a képeket már, ez a Lupatavon, ugye ott lett felvéve, ha így jól van, látom. Milyen volt a forgatás része? Hogyan érezted magad? Nagyon-nagyon jó volt. Én egyébként szerettem az ilyen családias hangulatú klipforgatásokat, tehát hogy körülbelül itt az operatőr volt ott, a férjem, illetve mi ketten, és így nagyon jó, mert igazából jól ki tudjuk bontakoztatni a mi kreativitásunkat is, hogyha a helynek van egy olyan adottsága, ami még fú, de jó lenne, akkor azt ilyenkor bele lehet tenni, akár így random is. Úgyhogy nagyon jól alakult, és szerintem nagyon egy hullámhosszra kerültünk igazából az operatőrünkkel is, meg együtt is nagyon jól tudtuk összehozni ezt az egészet, és hát szerintem a végeredmény is egészen jó lett, tehát hogy hoztuk azt a jó kis nyári hangulatot, amire vágytunk. És jók a visszajelzések, hogyan te is fogalmaztál. Úgy fogalmaztál, hogy talán méltatlanul elfeledett, vagy nem használt ez a stílus, amiben most alkottatok. Ez miért van így szerinted? Ez egy jó kérdés, mert én is próbálom megfejteni nagyon régóta. Talán a magyarországi klubok, klubzenéknek a felhozatala, a fiataloknak nagyobb igénye van a hardcore-osabb, erőteljesebb zenékre. Nekünk ez egy elektronikus zene, de azért egy muzikális darab, úgy gondolom, tehát nem az a hagyományos, hogy szokták csúfolni, dündüsű zene, hanem próbáltuk az elektronikus zenének az igényesebb, lágyabb verzióját megfogni. És ez egyébként külföldön népszerűbb is akár, vagy legalább olyan népszerű? Így van, ahogy pontosan fogalmaztál, hogy legalább van olyan népszerű. Én próbálom megfejteni, de próbálok ezzel tenni ezáltal, hogy Magyarországon is elterjedtebb legyen. Én igazából szerintem 2-3 produceren kívül nem ismerek mást, aki Magyarországon ebbe a zenés típusba alkotna. Ez akár akkor azt mutatja már, hogy ilyen sikere van ennek a dalnak, hogy hasonló lesz a következő, és már tervezitek-e, hogy milyen stílusban folytatjátok a koprodukciót? Így van, ez tudatosan lett így összehozva, tehát hogy mindenképpen szerettük volna azt, hogyha már ezáltal a dal által kicsit belekóstol a közönség, hogy mi várható a jövőben tőlünk, és hát rólam azért tudni kell, hogy most már lassan 15 éves a Barbie produkció, én egy ilyen poprockos stílussal kezdtem a legelején, én akkor még nagyon a tiniknek szólt a zeném, aztán így haladtunk fokozatosan így a pop, aztán pedig az elektronikusabb pop felé. Kipróbáltam magam a reggaeton stílusban is, tehát hogy aztán most már elmondhatom, hogy tényleg minden volt, csak ez az elektronikus dance nem, és én nagyon örültem emiatt is, hogy Peti megkeresett ezzel, mert azt gondolom, hogy még ebben nem próbálhattam ki magam annyira, és így a látottak alapján szerintem jól fog tudni működni, úgyhogy igen, így a
jövőben hasonlóak várhatóak tőlünk, de már saját dalok. Te már tudtad előre, vagy érezted, hogy ez nagyon jól fog állni Barbie-nak? Gondoltam, tehát én ghost producerként már elég régóta dolgozok, igazából aki ezt nem vágja hirtelen, hogy mit is jelent, az azt jelenti, hogy én egyéb különböző DJ-knek, előadóknak készítettem zenét, amit én átadtam neki, az felhasználta, az gyakorlatilag ő általa lett prezentálva. És ez idő alatt én nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem már olyan énekesnőt, aki tudom, hogy tud is énekelni, akar is, és gyakorlatilag volt referencianyagom hozzá, hogy valóban tud énekelni, és így lettünk úgy, mint két kicsi legó, én egy énekesnőt kerestem gyakorlatilag ahhoz, hogy a produceri munkásságomat prezentálni tudjam, Adrien Barbie pedig pont egy producer keresett, aki a zenei elképzeléseit megvalósítja is, gyakorlatilag így. Fél percben mikorra várhatjuk akkor az első közös olyan számot, ami már saját, ahogyan fogalmaztál, megvan az időpontja? Szeptemberre tervezzük, pont most mi kint várakoztunk is, már a klipnek az előkészületeiről beszéltünk, úgyhogy szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy ez a szeptember, ez be van lőve, úgyhogy még pontos időpontunk nincsen, de az biztos, hogy így az ősszel fognak hallani rólunk. Sok sikert továbbra is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek.